Hagyja abba, fújja, fújja! Ilyen fantasztikus közönség még nem volt. Azt hiszem, nem gyönyörűen fújja, fantasztikusan. De hát nem véletlen, 2000 hangszeren játszik a tanár úr. Ugye? Fodor tanár úr, Fodor tanár úr, 2000-en. Hát dehogy nem, hát a múltkor is hallottam tőled mindenféléket. Megfogtál és az darra fakadt az ujjaid között. Szeretném elmondani neked, hogy van egy nagyon komoly kérdésem. Te szeretsz karneválozni? Ez most mit jelent? A idegbeteg vagy, hogy szeretsz? Igen. Akkor jó. Figyelj ide! Én azt akarom mondani neked, hogy szerintem most egy nagyon érdekes dologgal kezdünk, ugye? Rögtön. Nem? Hát akkor kit jelentünk be szerint? Én azzal kezdek, hogy hozok magamnak egy mikrofon. Júj, ezt nekem kellett volna? Már megint elfelejtettem valamit. Tetszik tudni, én szokok elfelejteni valamit. És én úgy gondolom, hogy én már ezt meg is tudom. És mondani. Még valamit elfelejtettünk. Mit? Kit? A mellettem álló csodálatos művésznőt hivatalosan is bemutatni. Pécsi Ildikó. Ja, az én vagyok.
mondtam, hogy elfelejtem. Köszönöm. De én mondtam, hogy Fodor László tanár úr. Igen, az elhangzott, igen. Az elhangzott, többször jól van. És akkor most mi következik? Egy nagyon izgalmas dolog következik. Igen, egy olyan személyiséget szeretnénk ide a színpadra becsábítani. Aki semmiképpen nem akar jönni, mert annyira fél. Igen, egy kicsit izgulós, pedig Gödöllőváros egyik alpolgármestere. Képzeljék el, de hát tudja, hogy az is egy komoly feladat, de azt mondta, hogy ettől még jobban fél. Pedig már próbálkozott, és esküszöm, hogy nagyon jó és nagy sikere volt az előző előadásokon is. Tehát következik, fogadják szeretettel! Jenes Szilárd. Köszönöm, köszönöm! Úristen, de sokan vannak ismét! Mennyire szeretik! Szép jó napot kívánok mindennyiuknak! Elmondták önöknek, hogy én mennyire izgultam? Igen. Szerintem azt nem lehet szavakba önteni. Csak ebben a kiváló városban létezik olyan, hogy egy alpolgármester ilyen megmérettetés előtt áll. Egy tapsot Gödöllőnek. Köszönöm szépen. Az első fellépésem előtt azt gondoltam, hogy végzek magammal. Lebeszéltük róla szerencsére. Tehát kész. Itt a karrieremnek is vége, és az életemnek is vége. Olyan mértékben izgultam. Képzeljék el a szituációt. Tehát az életében először az ember benne áll mögött a vörös függöny mögött, két ilyen kiváló személyiség hívogatja a színpadra, legalább 400 ember itt szembe a színpadon, hát a mögött pedig a főnöke. Ez egy hihetetlen dolog. Ja, és amit még persze nem mondtam el önöknek, hogy összesen 2 gondolat jutott az eszembe, ezek viszont nem voltak benne a szövegemben. Akkor mondj el most! Tényleg azért csak, hogy tanuljanak belőle, hát ha az életben önöknek is segít egyszer, Beckettnek egy dráma idézete jutott az eszembe. Figyeljenek, így szólt. Nekünk van egy nagy erőnk, Szent Atyám, hogy mi nem tudjuk, mit akarunk, de terveink mélységes bizonytalanságából a manőverek bámulatos szabadsága adódik. És sok sikert ezekhez a manőverekhez. Azok mindig változóak az életben. Azt ígérte, hogy komoly meglepetésben lesz részük, és valami olyasmit fog nekünk mutatni, ami hát azért gyönyörűségesen szép. Én már tudom, mert már láttam. Így is van. Szóval gyerekkorom óta járom az erdőt és a természetet, és néha szoktam pillanatokat lopni. Ezek azért is nagyon fontosak, mert ebben a rendkívül rohanó világban, amiben élünk, sokszor már egymást sem vesszük észre, nem ezeket a pillanatokat, amik a természetben vannak. Tartsanak velem, ezekből mutatok önöknek néhányat. Fiúk, jöhetnek a képek? A nagy utazó képei, mert bejárt a világot. Az első egy pipacs, de szeretem. Kérem, hallgassanak rám. Ha ilyen pipacsmezővel találkoznak, akkor álljanak meg mellette, és menjenek be közéjük. Egész más élményben lesz részük. És az őrszem? Igen, a nap van a háttérben, nagyon ritka pillanat, mikor így el lehet őt kapni. És mennyit kell várni rá, amíg elkapja? Hát, nagyon sokat kell várni rá. De megérte? Meg. És hát a kis kócosok. Milyen magasságban is vannak? 1500 méter magasságban, a Kárpátokban virágzanak, oda kell értük felmászni. Ez valóban gyönyörű. A Szomjoltó. Képzeljék el, ezek a patakok máig tiszta vízűek és ihatóak. Én persze az első túrámon 5 liter vizet felcipeltem oda a hátizsákba. És azt is megitta? Hát jobbára arra támaszkodtam. Ez szinte hihetetlen, mint ez a ugye? Kép. Mert ők egy egészen más dimenzióban élnek. Az a jobb oldalt látható kis fényjelenség egy egyszerű pongyola pitypang, arra csodálkozik rá a kis bogár. És ez? Nézzék csak meg! Amikor a tojásából kijönnek a kicsik, akkor a hátán menekíti őket. Pedig a háziasszonyok többsége lecsapja otthon a portvissal. Ezután tessék kirakni a házból. És ez milyen gyönyörű. Ahol egyedül lehet az ember. A déli Kárpátok Párink hegységében 2000 méter magasságban vannak ilyen gyönyörű tengerszemek. Mennyi idő alatt jutottál fel ide? Egy nap túra gyalog egy ilyen. Nekem pedig ez a kedvencem, ez fantasztikus édes. Művésznél nagyon szereti. Én mérges voltam rá, mert körülbelül egy fél napig bujócskáztam vele a sziklák között, hogy sikerüljön ezt a képet elkészítenem róla. Nem csak az embernek, a lovaknak is van pihenőidejük. Hegyi lovak szintén a Kárpátokban. Így a ködben szépen pihengetnek. Ó, ez meg kommentár nélkül. Ezt rögtön tudtam, hogy dadogni fog az elsöprő szerelemnél. Kommentáljuk önöknek egyébként?
Jó. Én csak attól félek, hogy ez fog utána következni. Micsoda? Nem, ez. Nem. Ez már, ez már hajnalban van, inkább úgy mondom, amikor ezek a gyönyörű esőcseppek a virágokon így láthatóak. Ha persze házom, odafigyelnek fázom. Rá. És ilyen erdőkből is nagyon sok van ezeken a vidékeken. Tényleg, mintha egy elvarázsolt kastélyban lennénk. És aztán a következő az én igazi kedvencem. Tehát nézzenek rá. Tehát amikor az Isten játszik a természettel. Az óriások elhagyták a dobókockájukat. Ez valóságban szintén. Milyen szerencse, hogy nem magát érte el. Ez nagyon mert nagy szerencse. Mert így a többi képet is megcsinálhatta. Különben nem hallgathatnának itt most. Na és hol vannak a tündérek? A tündéreket sajnos én sem láttam, de ahol mosdani szoktak, ott már jártam. Ő pedig kicsoda? Ő pedig az nagyfiam, aki már jön velem, és hát látják, ezeken a vidékeken ilyen óriási lapulevelek nőnek, úgyhogy eső esetén be lehet állni alájuk. És? Az orchideák, mert hogy tudták, hogy szabadon itt a mi kontinensünkön is nőnek az orchideák, nem csak a trópusokon. Igen, szabadon. Nálam, hogyha beviszem, amit kapok, akkor azok megmaradnak, de szabadon. A virágcserében, igen. És ez? Na, ez pedig egy igazi csendes pillanat. Egy kis csendélet, ami természetesen találtunk. És ezért volt az egész. Ezért a pár pillanatért. Máskor is álljanak meg ezért a pillanatokért. Jó? Gyene Szilárd és az ő gyönyörű képei. Nem megyünk sehová, hiszen megígérte, hogy valami gyönyörűséget fog mondani, és én megmondom őszintén, amikor hallottam és hallottam már az előző előadásokon is, mindig elvarázsolta a szívemet, lelkemet. És majdnem kimentem, úgy izgultam megint, hogy a művésznő szólt rám. Köszönöm szépen. Amit hoztam még önöknek, az egy nagyon személyes élmény. Édesapám visszaemlékezéseiben találtam rá, a történet 80 esztendővel ezelőtt játszódott. Nagyon szerettem olvasni. Ehelyütt vallom be őszintén, többször előfordult, hogy a tilosba mentek a libáink. A rót nagyságos úr birtokainak egy része mindjárt a falu szélén terült el. Amikor learadták a gabonát, szívesen legeltették itt a szárnyasokat. Nyugodtan lehetett engedni őket, nem úgy, mint a kisgazdák nadrágszíj parcelláin. Rót azonban nagyon haragudott érte. Ha aratás után hazalátogatott és messziről észrevették a hintóját, menekült mindenki libástól, amerre csak látott. Arra is képes volt, hogy helyben agyon csapja a jószágot. Az egyik nyáron velem is úgy esett, hogy a földjére tereltem a szárnyasokat. Jól messze, benjártam már a táblában, amikor a falu határában felbukkant a nagy hintó. Amint megláttam, hihetetlen félelem fogott el. Terelni kezdtem őket ki a tábláról, de csak térültek, fordultak, mintha játékos fogócskába kezdtem volna velük, miközben a nagy hintó vészesen közeledett felém. Anyám, későbbi nagy szerencsémre, kosárral a hátán éppen a kopicok felé indult, ahol félhold földünk volt. Ahogy közelebb ért, rögves látta, hogy nagy bajban vagyok. Ő is berohant elém a földre, így már ketten hajtottuk a libákat, de hasztalan. Róthintója mellénkért, megállítatta azt, kivörösödött arca magából kikelve kezdett káromkodni. Leugrott a hintóról, kikapta az ostort a helyéről, és ütni, csapkodni kezdett bennünket, ütött, amennyi csak ránk fért. Még a felesége is hiába kérlelte, hogy ne bántson minket. Édesanyám azonnal magához húzott, bőszoknyáját rám terítette, karjával átölelt, testével a fejem fölé hajolt, így az ostor csapásai végig őt érték. Félelemmel tele, de vigyázó melegségéből éltem át a teljes drámát, mely egy életre szóló emlékké vált. Hát ilyenek a nők, ilyenek az édesanyák. Köszönet érte mindegyiküknek. Gyönyörű volt. Köszönjük szépen. Gyene Szilárd, Gödöllőváros, ezeket a puszikat önöknek is küldte. És most? És most
Na mi jön? Hát a Múza, nem? Igen, a Művészetek Háza Gödöllő produkciója, már tavaly is részesülhettek benne. Idén is készültek valamivel. Fantasztikus lesz! Igen, egész pontosan a lányok lesznek a tánckar, vagyis a rendezvényszervező hölgyek, a fiúk pedig a műszak, illetve ott is van rendezvényszervező, és ők lesznek a zenekar. Kegyetlen főnökük lesz. Ő is fog szerepelni. Természetesen a szólista. Meg még valaki más is, de azt nem árulják. Nem mondjuk el, meg. Mert azt meg fogják látni. Sok sikert! Most egy igazi, ezek közül odát megfojtják egymást. Na szóval egy igazi családi produkció következik.
Mégpedig, hát tudod, a tihetek, csak nem akarod elmondani. Nem. Mert amikor jöttünk befelé, akkor azt mondtad nekem, hogy ez most egy olyan produkció lett, amiket én otthon szoktam csinálni a feleségemmel. No, hát azért nem kéne félreérteni ezt persze, de mi otthon gyakorolni szoktunk. Tudják, hogy ki a felesége? Vuka Henikő, a zeneiskola igazgatónője, és hát ilyenkor hazamennek, és azt mondják, hogy gyakorolnak. Ja, Istenem. És mi kell hozzá? Hát ugye... Zongora. Van egy zeneszobánk, és abban van egy zongora, úgyhogy zongora az kell hozzá. Tudtam, fiú, hozzátok egy zongorát, hogyha lehet. Nem kéne egy olyan hosszú stemvényt, valami kisebb is. Jaj, ne szórakozz már velem, hát állandóan azt mondod, hogy ez a zongora ez nem megfelelő. Szerintem igazán csodálatos zongora, és olyan jó hangja van, hogy fantasztikus. Már ezen fogsz játszani, ezt tudod? Igen, tudom. És mi kell még neki? Hát szeretnék kérni 3 mikrofont is a színpadra. Miért is? Azért, mert olyan szép hangja van a feleségemnek, hogy búg a mikrofonba, és az annyira szép. Igen. Már az is megjött, akkor most már csak egyedül lesz? De miért van 3 mikrofon? Nem, azért lesz 3 mikrofon, mert elhozta 2 barátnőjét is a Cantus Ludus énekegyüttesbe, és hogy 3-an fognak énekelni. Azt mondja, hogy hát tehát a mikrofon zsinór nélkül az olyan, mint a lovas huszárló nélkül. Úgyhogy most kapják a zsinort, nekünk már nem szólalnak meg. Igen, sikerült. Akkor kérnénk szépen be a hölgyeket, hogyha lehetséges. 3 hölgy egész következik. Biztos vagyok benne, hogy pillanatokon belül itt lesznek, és nagy örömmel köszöntetjük őket. Amit fogunk eljátszani, az pedig egy Márkus Alfréd szerzemény lesz. A címe Csiki Csik, és egy picike kis meglepetést is tartogattunk mellé, az éneklés és a zongorázás mellé, de ezt mindjárt meg fogjuk látni. Foglald el a helyed a zongoránál, és sok siker! Minden figura
fantasztikus volt. És ennek megfelelően, ha látják, milyen tempóba veszik a mikrofonokat, és nem is bugnak bele, nem? Nem, igen. Nem is kell. Ide figyelj, végül is kik táncolták? Tehát azt mondja, hogy a csiki-csiket, azt Vajda Gyöngyvér és Péter Picsaba. Igen. És a fiatalok, a tanítványok. Ők pedig a Gödöllő Táncszínháznak a táncosai, a koreográfusuk pedig Vajda Gyöngyvér volt szintén. Azt áruld el nekem, hogy most mit fogunk látni, mert ez az egyik szívem csücske ez. Igen, nekem is nagyon szeretem ezt a zenekart, aki itt a függöny mögött készülődik. Szerintem önök is ismerik, hiszen 2014. január 1-e óta Gödöllő Város zenekara. Igazán megérdemelnek egy nagy tapsot, és azok is, akik idehozták. Mert azért ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember azonnal észreveszik, hogy vannak olyan tehetségek, akik jobb, hogyha a mi városunkban vannak, nem? Habár tehetségesek. Igen. A zenekar neve Cimbali Band, és hogyha valaki itt volt az Orient Expressen, szerintem néhányan itt lehettek, láthatták őket, de ebben a hónapban is találkozhatnak még velük itt ezen a színpadon. Két műsorszámot hoztak a mai alkalomra, mind a kettő saját szerzemény. Még azt lehet, hogy elmondjam, hogy én láttam ezt az Orient Express-t, aki nem látta, az komolyan mondom, jöjjön el megnézni, életem egyik legnagyobb élményei közé tartozik. Igen, nagyon jó produkció, és nagyszerű benne a Cimbali Band is, akik készülnek már, fogadják őket nagy szeretettel. Köszönjük szépen!
Cimbali Band! Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Első számunk címe Sejem Csárdás volt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És akkor, ha megengedi a mélyen tisztelt közönség, úgy látom legfőképpen a hölgyek, akiket amúgy is nagyon szeretünk, és a mai nap róluk szól. Eljátszunk nekik még egy dalt, vagyis hát a mélyen tisztelt közönségnek. De előtte egy kis reklám, március 22-én fogunk itt a Művészetek házába Gödöllőn koncertezni. Minden tavasszal és ősszel van egy nagy koncertünk, és az idei tavaszi nagy koncertünknek a témája az egyik legjobb magyar jazz szaxofonos, Dress Mihály, ő lesz a vendégünk, úgyhogy érdemes március 22-én ellátogatni ide a Művészetek házába, vagy vasárnapi nap, este 7-re várunk mindenkit sok szeretettel. De következik most a Cimbali Band egyik énekelős nótája, az Oppa Dirida című dal, hogy szeretnénk, hogyha velünk énekelne a közönség, és most Eszterrel megmutatjuk, hogy hogy van a refrénje, hogy meg tudják tanulni, bár nem probléma, ha tegeződünk? Nagyon jó, oké. Szóval akkor megmutatjuk, hogy hogy van ez a verszak, vagyis ez a kis refrén, amit velünk együtt kell énekelni. Figyeljetek, próbáljátok elsajátítani. Valaki már ismeri, úgy halljuk. Velünk együtt kell énekelni majd, akár egész végig, de meg lesz a közönségnek a kis szólója, úgyhogy figyeljetek, köszörüljétek a torkotokat, Oppa Dirida, egy kis harmonika felvezetéssel. Na akkor most a hölgyek!
akkor fogjunk össze, az a biztos, jó? Ugye milyen jó zenekar? Fantasztikus, és tudják milyen nagyon nehéz utána, hogy mit szerkesztem be az ember, hogy mi legyen, ami überolja azt a dolgot, ami történik. Te például, amikor szerkesztetek valamit, amikor elmentek, akkor hogy indítod el? Hát általában arra szoktunk figyelni, hogy a közönség azért szeresse azt a melódiát, amit játszunk, mert hogy ismeri. Aha. És az és, már fél siker. És milyen hangszereket szeret? Hát mondjuk a saját hangszerem az a klarinét, ami ugye elsősorban igen, most szalott, például igen. Nem szerepel. Világos. De emellett muszáj egy kicsit szaxofonozni is, meg néha szoktam zongorázni, de még ezen kívül hoztam még valamit. És mi van a zsebedbe? Ez. Na mit gondolnak, mi ez? Segítek, jó? Ez egy szopránfúrúja volt, csak bedobtuk a mosógépbe, kimostuk és összement. És úgy hívják, hogy Sopranino az a neve. Nem gyönyörű a neve, hogy Sopranino. És mit fogsz vele rajta játszani? Hát akkor valamiféle népszerű melódiát, hogyha már így kérdezted, hogy hogyan és szoktuk szerkeszteni. És hogyha véletlenül, mert olyan aranyosak, és annyira részt vesznek a mai előadásban, akkor ha tudják, hogy melyik dallam melyik, akkor azt kiháltsák föl, jó? Adok neked egy mikrofont, jó? Majd megeszem. Okay. Jó, hogy azért, hogy megfogom, hogy... Hát, mert nem tud egy kézzel, hát komolyan ezek a férfiak. Már úgy értem, hogy hőnapon. Ne bonyolódjunk bele, ha szabadnak kérnem. Hangosan. Igen. És a másik? Ez egy egyszerű magyar dal. Ez az! Bravo! És az én kedvencem. Azaz bizony. Valljuk be őszintén, erre a dalra sokan voltunk szerelmesek. Szép emlék. Akkor most kik következhetnek?
Nem tudom, tudják-e, hogy akik most itt a színpadon táncoltak, ők a Gödöllői Bölcsöde, óvoda, általános iskola, illetve a szociális otthon igazgatói vezetői. Úgyhogy tulajdonképpen valamilyen módon végigkísérik az egész rövid életünket, ami a két pelenkázás közötti időszakban elkövetkezik. Azonban most a Premontrejt Szent Norbert Gimnázium tiszteletbeli igazgatója következik. Egy csodálatos és némileg vicces versen, melyben a szerző és majd az előadó is a magyar nyelv szavaival fog egy kicsit viccelődni. Majd meglátják, hogy milyen módon. Kérem, fogadják sok szeretettel Bárdi Pétert. Édes, ékes apanyelvünk. Kezdjük tán a jó szóval, tárgy esetben jót. Ám de tóból tavat lesz, nem pedig lent tót. Egyes számban kő a kő, többes számban kövek. Nőnek nők a többese, helytelen a növek. Többes számban a tő tők, szabatosan tövek, mint ahogy a cső nem csők, magyar földön csövek. Anyós kérdé, van két vőm, akkor ezek vövek? Azt se tudom, mi a cö. Egyes számú cövek. Csók, ha adják, százával jő, s ez benne a jó. Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó. Bablevesed lehet sós, némelyvinkó savas, nem lehet az utca hós, magyarul csak havas. Miskolcon, ám Debrecenben, Győröt, Pécset, Szegeden, amíg mindezt megtanulod, beleőszülsz idegen. Agysebész, ki agyat műt, otthon ír egy művet. Tűt használ a műtéthez, nem pedig lent tűvet. Munka után füvet nyír, véletlen se fűvet. Vágy fűti a műtősnőt, a műtőt a fűtő. Nyáron nyíra tüzelő, télen nyárral fűt ő. Több szélhámost lefüleltek, erre sokan felfüleltek, kik a népet felültették, mindnyájukat leültették. Foglár fogán fogjuk van. Nosza, tömni fogjuk. Eközben a fogházból megszökhet a fogjuk. Elröppelhet fogjuk is, ha csak meg nem fogjuk. Főmérnöknek fáj a feje, vagy talán a fője, 5 perc múlva jő a neje, és elájul a nője. Százados a bakák iránt szeretetet tettetett, reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett. Mekába egy kába ürge kába kőbe lövet, országának nevében a követ, követ, követ. Szeginé a terítőjét, részek szegi, szavát szegi. Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi. Elvált asszony nyögve nyeli a keserű pirulát. Mit válasszon? A fiatot, a fiát vagy a fiúját? Ingyen strandra lányok mentek, előítélettől mentek, este felé arra mentek, én már fuldoklókat mentek. Eldöntöttem, megnősülök. Fogadok két feleséget. Megtanultam,
két fél alkot, s garantál egészséget. 30 nyarat megértem, mint a dinnyem megértem, anyósomat megértem, én a pénzem megértem. Hibamentes mentő vagyok. Szőke-Tisza partján mentem, mikor díszmagyarom vízbe esett. Díszes mentén mentem. Szövőgyárban kelmét szőnek, fent is lent és lent is lent. Kikent, kifent, késköszörűs, lent is fent és fent is fent. Ha a kocka újra fordul, lent és fent és fent is lent. Hajmás kéren, pultok között körözött egy körözött. Hagymalapult kosarában meg egy tasak kőrözött. Fölvágós a középhátvéd, három csatárt fölvágott. Hát belőle vajon mi lesz? Fasírté vagy fölvágott? Díjbirkózó győzött tussal, nevét írják vörös tussal, lezuhanyzott meleg tussal, prímás várja forró tussal. Határidőt szabott áron. Árat venne szabott áron. Átvág áron hat határon, kitartásod meghat áron. Felment, fölment, tejfel, tejföl. Ne is folytasd, barátom, első lett az ángyom lánya a fölemás korláton. Földmérő küzd öllel árral, árhivatal szökő árral, ármentő a szökő árral, suszterinas bökő árral. Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen. Lábasodnak nincsen lába, a szemes szemtelen. A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas, magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas. Daru száll a darujára, s ettől lesz a daru darvas. Rágcsáló a mérget eszik, engem esz a méreg. Gerinces vagy rovarnetán a toportján féreg. Egyesben a vakondokok vakond, avagy vakondok. Hasonlóképp helyes lesz a kanon, meg a kanonok. Nemileg vagy némileg, gyakori a gigszer. Kedves egeségedre, köszönt a svéd mixer. Arab diák magolja, te véd, tévéd, téved. Merjél mérni mértékkel, mertek, mérték, mértek. Pisti így szól, kimosta anyukám a kádat? Viszonzásul. Kimossa anyukád a kámat? Óvodások ragoznak. Enyém, enyéd, enyé. Ha nem tudják helyesen, hogy tiéd, tié, tiém. A magyar nyelv, azt hiszem meggyőztelek, barátom, különleges, legszebb nyelv, kereke nagy világon. Az a helyzet, hogy olyan hisztériát csapott nekem ki, hogy nem tudják elképzelni. Na jó, hát én meg a hisztériát, hát ne viccelj. Hát igen, de én az nekem nem az volt, hogy nem vagyok hajlandó bemenni, mert igazán kikérem magamnak, hogy most igaz, és mindenki csak egyfolytában a lányok. Igen, így mondtad. Mindig csak a lányok szerepelnek. Igen. Na? Hogy most, hiába most egy férfi adta elő, de az előbb is lányok, még a Múza produkcióban még a fiú is lánynak volt öltözve. Na mert igen, csak. És ha mégiscsak nőnap van, hát nem, hát a fiúknak kéne adni a műsort. Hát mikor jönnek ma a fiúk? Hát most jöjjönnek a fiúk! Na végre valahára. Fantasztikus produkció lesz. Nagyon kérem, őrizzék meg a nyugalmukat, de ha nem őrzik meg és felrohannak, akkor semmi baj nem lesz. Próbálják meg! A Grease című musicalből következik egy rövid részlet. A fiúk fognak rá táncolni. És ha akarnak, akkor önök is.
Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Kapott! Ez az, de svájci, ez felé is kapsz, de
megnyalhassam mind a 10 ujjamat. Apu, te nem esztő, mert jól megbetegszünk, azután megölek a kar, majd a szemfödől. Kezdem is iszom is, jól mulatok rája. Külök a rúsja részletes kopádról. Nem, nagyon remélem, hogy a nagy gazdasági világválság miatt, ami ugye 1929-ben kezdődött, és nálunk még mindig tart, nem fognak a zenetanárok ilyen koldus botra jutni, mint ahogyan megénekelték. Tudják, kik voltak, ugye? Megismerték őket, de azért elmondom a nevüket. Albertné Jób, Emese és Benedek Krisztina. Egyébként egy galgamenti farsangi névszokást elevenítettek föl. Ez volt a vakkoldus játék, és ott voltak más egyéb népszokások is, mint például a farba kakasozás, tálba kukorékolás. Na most eszembe jutott, hogy ha mondjuk engem az urológusnál farba kakasoznának, biztos tálba kukorékolnék, az tuti. De voltak más ilyen hasonló népszokások, mint a tréfás legény temetés, na ezen meg még nem szeretnék részt venni, hogyha lehetséges. Azonban, ami most következik, azt mondták az előadók, hogy semmit nem mondhatok róla, hát ez a legkönnyebb semmit nem mondani valamiről, csak olyan nagy vonalakban, hogy a barátságról, meg a szerelemről, meg humor is lesz benne, meg ilyesmi, de hát le vagyok tiltva, úgyhogy inkább nézzék meg a jelenetet. Ez a rendelés is jól kezdődik. Bejöhet-e? Fáradjon be! Én vagyok a Hófehérke. A nevem is Hófehér. Szívem, nekem... Hófehérke, de te megláthatod, ha belenézel. Foglalj a helyet, hölgyem. Én? Természetesen, hölgyem. Nagyon zavarban vagyok, mert én még sose nem voltam pici páternél. Pszichiáter. Egészségére. Én pszichiáter vagyok. Annak is lehet nevezni, csak semmi értelme nincsen. Na nyugodjon meg, és vetkőzze le a zavarát. A gombinémat nem kell. Kombinét? Ja, kombinét azt nem. Én pszichiáter vagyok, a lélek orvosa. Engem a belső problémái érdekel. Csak hogy nekem a belső problémáim a gombiném alatt vannak. A gombiné alatt? Hát akkor mondjál bátran. Én vagyok a Hófehérke. Igen. Nem is lepődik meg. Pici páter. Ja. Nem, nincs abban semmi különös. Meséljen. Meséljen. Fél óránk van, habupipőke jön fél óra múlva. Habucipőke ide jön. Meg a piroska, meg a farkas.
És nem fél attól, hogy egyszer a farkas jól megharapdálja magát? Hát, ha tudna harapni, nem járna hozzá. Na, mi a baj? Én egy különleges eset vagyok. Mindenki az, aki hozzám jár. Annak, hogy... Képzelje el! Az egyik betegem csizmás kandúrnak képzeli magát. Minden nőnek az ölébe ugrik és dorongol. Speciális terápiámmal félig sikerült kigyógyítani a betegségéből. És most már nem ugrik? Ugrik, de nem dorongol. Annak, hogy én hófejéken vagyok. Vagy annak képzeli magát? Igen, annak szexuális következményei vannak. Tudtam, hogy ide fogunk kiukadni. Már égen kiukadt. Na kérem, mi volt, tessék, miről van szó? Hát én szeretem a törpéket. Semmi baj. Törpe komplexus. Szexuális eltévejedés. Azt mondja, hogy el vagyok tévejekve? Nem, a törpe komplexus ez nem betegség. A szakirodalom hívja így. A szenvedély nem ismer korlátokat. Az én szenvedélyem végleg nem ismer korlátokat. Ha a doktor úr 50 centivel kisebb lenne, én nem tudnám turzóztatni magam. Jaj, te... Na ne, ne véricskéljen, nem vagyok én rövidárú. Mi az oka a törpék iránti vonzalmát? Nagy javágyó vagyok. És volt már törpénél kapcsolat, magasabb férfia kapcsolata? Nem, sose nem volt, mert én a törpéket tudom csak szeretni. És hány törpe volt az életében? 7, mint hófehérkének. Hát akkor azt megpróbáljuk elfelejteni, az csak egy mese. Csak nem gondolja komolyan a doktor úr. Hát el tudja képzelni, hogy hófehérke meg tudta volna őrizni az ártatlanságát 7 törpe között. Jaj, hogy mi lehetett ott, amikor a törpék a bányából följöttek? No, ne irigykedjen, Halljam, ki volt az első törpe? Kuka! A kukába estem bele! A kukába? Igen. És talált benne egy kidobott törpét? Dehogy! A kuka volt a törpe! Na, akkor kezdjük előről. Ő is mindig azt mondta, hogy na, akkor kezdjük előről, mert a kuka egy férfi volt. Ja, azt hittem szemetes vödör. Ja. És miért pont kukának nevezte el? Hát azért, mert kicsi volt, kuka volt, és egy picike helyen elfét. És aztán vége lett. Igen. És akkor... miért volt olyan kicsi? Hogy miért volt olyan kicsi? Hát azért volt olyan kicsi, mert egyszerűen kicsi volt. Hát képzelje el, hogy eredetileg ő is nagy volt. De aztán, figyelj ide, te, ha mondasz nekem, hogy hófehérke, nyugodtan mondd. Én nem vagyok törpe. De még lehet. Tudod, ő se volt törpe eredetileg, hanem én egyszer jól elocsoltam tipsós vízzel és összement. A kajod? Nálam mindig van tipsós víz. Nem. Éha. És meddig tartott ez a kapcsolat azon a szerencsétlen összement kukával? 3 hónapig. Akkor megismertem Vidort. És meddig voltál vele jóba? De ékig. Érdekes. És aztán? Aztán jött a tudó. Jaj, hát a tudó.
az olyan okos volt. Kandidátus! Kandidátus. Á, nem minden, jó, de fontos, hogy kan volt. Utána jött a Szende. A Szende nagyon jó volt, tehát a Szende, jaj, szóval nagyon jó volt, csak az volt vele a baj. Na, ezt ne részletezzük, jó? Ezt ne részletezzük. Molygó. Én? Nem, a tölpe volt a molygó, aki következett. Hisztériás, őrült, félték egy állat. Meg csalta? Kide? Habci. Egészségére. A Habcival csaltam meg. Igen, nagyon jó volt, a Habci szeretem a legjobban, szerintem fantasztikusan jól kijöttünk egymással, csak azzal egyetlen egy baj volt, ami miatt szakítanunk kellett, mert mindig, amikor tudod, amikor már úgy akkor neki Habci azt mondta, hogy Habci, és leszakadt alattunk az ágy. Nem emettek egy új ágyat? A Habcit cseréltem ki a Szundira. Hetedik végre, végre eljutottunk a végére. Csak a Szundi mindig szundított. Akkor is, amikor? Akkor is, amikor. Akkor szundított a legjobban. Hát akkor mit csináltak vele? Hát elmentünk jól lehozni, mert nagyon szeretett jól lehozni, és akkor szépen elmentünk a ligetbe, akkor jött a jól lehozott, és akkor én elfáradt, akkor ölembe vettem, akkor elaludt, akkor jöttek az emberek, hogy jaj, de édes kis gyerek! Látszik, hogy nem tápon nevelték? Hát igen, de aztán volt olyan, aki azt mondta, hogy mondja már meg, kedveském, mennyi ideig szopott ez a gyerek? És akkor most azért jöttél hozzám, hogy megpróbáljak kigyógyítani a törpékből, hogy igen. Végre megtaláld az igazit? Az igazi. Szerinted lehetne... Nekem, szóval szeretetne engem valaki, aki nem törpe, hanem olyan normális, a normális, tudod, normális férfi, aki kedves, figyelmes, aranyos, jaj, és okos. Okos, pici pátel, te. Te nős vagy? Nem. Akkor igent mondok. Igen mond? Igen, igen. Nem adok másnak. Nem adok. Nekem rendelt az élet. Neki rendelt az élet. Nem adlak másnak, ha kell. Hajszolok, érted? Érted? Értem. Vegyél feleségül. Na, hát azt azért. Azt azért. Akkor velem mi lesz? Akkor én sírok. Igen. Na, barátod még lehet-e? A barátod? A barátod lesz. A barátom lesz. Az esőt megállítani úgy sem tudom. Szeret megfordítani, úgy sem tudom. Tudjait közt a kor, cétulni cürke bor, és a perc oldja fel. Azért vannak a jó barátok, hogy a vége elvesztett mámot, vissza hozzád léked. Vannak a jó barátok, mi a még elvesztett álmot.
És természetesen az urakat is, de elsősorban most a hölgyeket. Köszöntsem az Ildikókat, hiszen két nap múlva az Ildikó nap van, és természetesen Csics Ildikót is, Kossuth Díjas színművészét, Gödöllő díszpolgárát. Köszönöm! Velünk, és készülünk, izgulunk, hogy önöket minden jobban tudjuk szórakoztatni, és minél szebb ajándékot tudjuk adni a hölgyeknek. Ildikó, engedje meg, hogy köszöntsem néznapja alkalmával, és megköszönjem azt, hogy itt van velünk, és még nagyon-nagyon-nagyon legalább. Talán emlékeznek, tisztelt hölgyeim és uraim, a tavaly évben volt egy olyan produkció, amikor Köller Ákos és felesége Viki egy ilyen akrobatikus torna mutatvány szó szerint mutatóba. Emlékeznek rá? Sokan emlékeznek rá? Az nagyon jó, mert most nem ők következnek. De természetesen nem véletlen, hogy mondtam Ákos nevét, ugyanis Ákosnak vannak tanítványa is, mégpedig a Rasalkovics Ese, ahol ők versenyeznek, és képzeljék el, országos bajnokok. És eljutottak a párizsi világbajnokságra is egyébként. És amikor átnéztük a szöveget Ákosra, hogy mégis mit kellene róluk mondani, akkor valami miatt én a Grasalkovics esélyre, mindig a Graboplast esély jutott eszembe, nem tudom miért, persze fogalmam sincs. Aztán Ákos azt mondta, hogy ez nagyon jó, mert nincsen szponzoruk, és esetleg a Graboplast támogathatná őket. Én mondtam, hogy ezt mindenképpen elmondom meg, ha esetleg a Sony képviseletében, vagy a Lear képviseletében valaki itt van, és szívesen támogatnák őket, nagyon megköszönni, fogják látni, hogy majd érdemes lesz őket támogatni. Egy nagyszerű produkció, ami nagyon nehéz, de nagyon-nagyon látványos. Majd kérem, figyeljék meg a legkisebb hölgyet. Az Ákos és Viki kislánya lesz a három hölgy közül. Egy kicsit félénkek a lányok egyébként. De még mielőtt kijönnének, azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy arra kért minket Ákos, hogy mondjuk el, hogy ha lehet, akkor vakuval ne fényképezzenek a műsorszámok alatt, ugyanis a fényviszonyok miatt, hogyha hirtelen elvakulnak, akkor esetleg mellé nyúlnak és leesik valamelyikük, majd meg fogják látni, hogy miért. De mivel félénkek, ezért egy kis tapsot, hogyha kapnának, akkor nagyon örülünk. Következik Köller Ákos három tanítványa. Thank you.
ugye milyen ügyesek voltak. Érdemes lenne őket támogatni. Képzeljék el, én már eddig fel tudom emelni a lábamat. Képzeljék el, én meg ma eddig sem. 50% már, csak a másik 50-et kell hozzátenni. Édesem, ami most következik, az egy nagyon fontos dolog. Igen. A nász éjszakáról fog szólni, egy fantasztikus jelenet. Neked milyen volt a nász éjszakád? Nem akarok indriszkét lenni, csak mondd el. Akkor nem mondd el, ezzel már mindent elmesélt róla, nem? Na szóval... Szerintem inkább nézzék meg a most következő jelenetet, ki fog derülni, milyen egy nász éjszaka, itt nálunk legalábbis. Hát komolyan mondom, hogy nagyon jó szórakozásuk lesz. Igen, azt hiszem. Emlékezetből!
Igen, egyszer meglátott az utcán sétálni, és akkor hazament, és akkor lefertett. Na, ennyi. Nagyszerű, akkor legalább nincs gondom a nyári ruháiddal. Hogy nincs? Nem. Mert ha te nyáron mesztelenül sétálsz az utcán, akkor ugye? Olyan szőszálló Azt is hallottam, hogy nagyon szenderázó voltál. Fiatalembereket sétáltál az erdőben? Na, mert már nem szabad sétálni? Hogy ne szabad. De hát, hogyha az ember sétál, akkor elfárad. Ha elfárad, akkor leül. Ha leül, akkor letéren az erdőben. Jó. És akkor mi van? Én még sétáltam a tartályban. Kifogás! Igen, és most már elhízem, amit suttam meg valami. Nem vagy férfi. Ha, én nem vagyok férfi, de! Igen, és most már azt is tudom, hogy mi az, ami gáz, nem szokott a nátszakot. Mi az, amit nem szokott, nem is tudom. Nem tudod, de nem tudod, de nagyon jól tudod, hogy mi az, amit nem tudod. Te felejtek, te félrevezész, én tanultam tudok, hogy jól van. Nekem az nem számít, nekem bizonyíték kell, igen, méghozzá, bármi bizonyíték. Képzelj! Szeret hazugság. Különben is a családomat összes pénzt visszafizette. De ehhez neked semmi közöd. Inkább a maga dolgairól beszélünk. Arról, hogy 17 éves korban rajta kapok a házmester fiát. Na ez nem igaz, jó? Ez egyáltalán nem igaz, ez egy hazugság. Nem így házmester fia volt. Jahú! Hát az egészen más. Jó van, nem kell. Nem tettünk közöttünk semmi. Hát semmi, persze. Magam beszéltem a gólyával, ami a semmi után a gyereket vitte. És már megadod, hogy négy gyerek. Mondd meg nekem, hogy hány gyereket van, mert különben itt hagynak. Igen. Jó, ha te itt hagysz, akkor én megvédzek magammal. Ha, akkor itt van az, jó? Akkor sem hagynak. Nem hagyhatsz itt. Igen, csak nagyon siessen, mert bármikor visszajöhet a férjem.
kegye, asszony! Igen? Ma volt az esküvő. Hoppá! Hát akkor itt nem van. Más éjszaka lesz? Nem lesz! Nem lesz? Nem! Itt vagyok a férjem. Itt hagyta? Engedje meg kis felicsókkal, hogy rendelkezésére álljak. Nekem úgyis korábban kellett eljöjjek. Mire? Ha mire? Arra, ha mire? Asszonya! Mert pocok, te! Ez tényleg egy ilyen. Mondom! Ennek a
szegény gyereknek köszönheted, hogy megbocsájtok neked. Most szépen lefekszel a fiatal ide a rekaméra, én meg megyek a hálószobába aludni. Nem mondhatsz itt önön halló? Nem lehet! Anyucika, anyucika, mire? Hát mire? Hát arra. Megcsinálom a férjem, és rögtön a lász éjszakán. Hát egyszer csak el kell kezdeni. Szeretem a kedved, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Hát ha velem bárki, de bárki vitázva, mint egy őrült kengúrú üdöltökén. Nem vagyok a rendben, sőt nagyon szerint vagyok, csak hívek harapok csupán. Nem vagyok a rendben, sőt szerint vagyok babán, mint a filmben az oroszlán. Nem vagyok egy kettőt, a kettőre mérfő. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, egyszer minden jónak vége szakad még ennek a műsor folyamnak is, úgyhogy az utolsó műsorszám. Előtt hagyj köszönjem meg, hogy ilyen sokan eljöttek, hiszen tudják, hogy ezt jótékony célra fizeti mindenki, aki megvette a jegyét, és ez egy nagyon fontos dolog, amire most gyűjtöttünk. Így van, támogatni szoktunk mindenféle dolgokat, személyeket. Én például Ildikót szoktam támogatni. Már jó, hogy nem mondja rögtön, hogy 75 éves vagyok, és nem bírok járni. Hát ott a benege az a van, de hát ez majd én támogatlak téged. Azonban a mai jótékonysági műsorunkat, a Gödöllői Nyugdíjas Klub 25. évfordulójára kiadott könyvet támogatjuk a mai jótékonysági műsorunkkal, valamint a Monták iskolát. Isten. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. És azt hiszem... hogy igen, most tényleg a vége jön, nem? Igen, de még adósak vagyunk azoknak a nevével, akik nélkül ez a műsor nem jött volna össze, a koreográfusokat. Igen. Azért elmondanám. Az első műsorszámot, az utolsó műsorszámot, a Fiúk Felgeteges Táncát emlékeznek még rá biztos, meg a Hacacárét Vajda Gyöngyvér koreografálta. Benedek Krisztina, zeneiskolánk névzene tanárnője, aki szerepelt ugye, mint vak kódus asszony is, koreografálta a Lányok táncát. Valamint Homolya Szilvia készítette a koreográfiát a Muza produkcióban, amit a Lányok táncoltak szintén. És még adós vagyok két névvel, akik rendezték a darabokat, az előbb hallott Nász éjszakát, Mészáros Beáta. És dr. Gémesi György polgármester urat és saját magát összerendezgette Pécsi Ildikó. Köszönöm szépen. És megígérted, hogy elmesélsz nekem egy vadonatúj viccet. Egy vadonatúj viccet? Na, hogyha már a finálénál tartunk, két rendőrül a moziba, azt mondja az egyik, te figyelj, most jön a happy end, mire a másik, jó, csak elég ne üljön. Én pedig arra gondoltam, hogy elmesélek egy történetet, de ez valódi történet. Képzeld el, hogy volt egy nagyon jó barátom, csinos, aranyos, szingli, nem sikerült valahogy se összejönni valami komoly kapcsolatban, befizette magát egy tengeren túli útra. Elmentek, és alig vártam, hogy visszajöjjön. És kérdeztem nagy izgatottan, hogy mi történt, ez tehát csodálatos volt. Egyszerűen fantasztikus élmény volt, képzeld el, már az első este bejött egy férfi a szobámba, és aztán utána csak dörömbölt. Mondom, és miért? Mi történt? Nem engedtem ki. És akkor zárásként még egyet gyorsan, hogyha már Hófehérkét is láttuk itt a színpadon. Mint pont Hófehérke, miután megvolt neki mind a hét törpe, ez a hét is milyen gyorsan elment. Tehát ez a műsor is nagyon gyorsan elment. Csodálatos finálé következzen, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük, hogy itt voltak, a viszontlátásra. Ez mind az, ha elég a napjuk, ez lett így a fán.
Ki tudja, mi a sik, mi a módi? Rajongozod illati, mire mósdi? Hogyha lát egy újabb átkiáció, addig tudja még a nyelves kiló. Egyre meg, hogy csúnya ő vagy a Dóris, hogyha bendegúz vagy kontra a Móricz. Mert talán csak akkor lángol érted, akkor lesz a nő, ha a bárteremben így köszöntöd. Thank you.